Megnyitott a második tanévet az Erdélyi Politikai Iskola. A második évfolyamban 19 a politikai szerepvállalást fontosnak tartó fiatal jelentkezett. Gyakorlati politikai ismeretek, intézmények és pártok működésének bemutatása, készségfejlesztő képzések, valamint erdélyi közéleti problémákra reflektáló interaktív programok. Így foglalható össze az RMDS a Miért és a Mátyás Corvinus Kollégium partnerségében második alkalommal megszervezett erdélyi politikai iskola. A képzés sorozat helyszínei között Kolozsvár mellett Bukarest és Budapest is szerepel. A 18-35 év közötti résztvevők Erdély különböző szegletéből érkeztek. A második tanév megnyitóján jelen volt Horváth Anna, az RMDS ügyvezető alelnöke is, aki a politikai oktatás fontosságát hangsúlyozta. Az a befektetés, ami a ti jövendőbeli lehetséges és esetleges közéleti szerepvállalásotok, politikai karrieretek aranyfedezetébe kíván befektetni. Abba, hogy valóban a ti munkátok ezáltal a szakmaiság, szakmai tudás által a ti munkátoknak aranyfedezete legyen, értelmet nyerjen ezáltal. Orbán Balázs, a magyar miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint néhány alapelv követése elengedhetetlen a jó és hatékony politizálás érdekében. Kiállunk, konfrontációt vállalunk nem csak a magyar identitásunkért, hanem azokért az elvekért is, amelyek meghatározzák a mindannyiunkat. Azokat megpróbáljuk ügyesen, bátran, ruganyosan érvényesíteni, és a világot abba az irányba tolni, amilyen irányba szeretnénk, hogy menjen a világ. Ez bizony a legnevesebb foglalkozásoknak az egyike. Az Erdélyi Politikai Iskola egyik alapítója, Geréd Imre felszólalásában elmondta, a politizálás, illetve a közösségvezetés nem könnyű feladat, de megéri ezt csinálni. Én sem politikusnak indultam, közgazdásznak, teológusnak, mindenfélenek indultam, de politikusnak nem, de az élet így hozza, hogy oda kell állni és kell csinálni, és akinek egy kicsit több ambíciója van és közösségi vezetői készsége, meg áldozat, meg stb. Minden, ami ezzel jár, azokból lesznek, azok fognak oda kerülni. Az Erdélyi Politikai Iskola egy összesen 4 hétvégéből álló képzéssorozat, a következő tréningre november 30-a és december 2-a között kerül sor Budapesten.